No, amiről én beszélek, felvetnék, az az OpenBRT. Azért adtam neki ezt a címet, mert az első és leggyakoribb tapasztalatom, illetve ezt azt mindenki tudja, hogy a gyári szoftverek, vannak apró problémák az ilyen SOHO routereknek. Ugye ezek az olcsó 10.000 vagy 20.000 forintos készülékekről beszélünk, amit meg tudsz venni a sarki informatikai boltba, és beteszed wifi, berúgod az internetet, megy a hálózat. Ezek része Linux alapú, egy része nem. Igazából a legtöbb esetben fogalma sincs, hogy mi van mögötte, kapsz egy webes felületet, és fogalma sincs, mi van benne. Abban a szempontból viszont azt kell mondjam, hogy hiába van Linux benne gyárilag, egyáltalán nem válik előnyére. Oké, hogy egy nyílt forrású alap, annyi előnye van, hogy általában emiatt vannak forráskódok, mert ugye sok évvel ezelőtt, amikor ezek elindultak, akkor ott voltak ezzel is gondok, de most már van, tehát lehet könnyebb azokra fejleszteni egyedi szoftvert. A nem gyárilag Linuxosokkal ez nehezebb a helyzet, de a legtöbb ilyen kütyüre van alternatíva. Na, de a fő gond az, hogy akár Linuxos, akár nem, a legtöbben van gyárilag beépített backdoor. Konkrétan ez nem feltétlenül rossz szándékú. Tehát abszolút arra való sok esetben, hogy helyre lehessen hozni a készüléket akkor, hogyha valaki kizártad magad és nem mutol meg, hasonló problémákat meg lehessen oldani, és az eredeti terv vagy cél sok esetben az, hogy ez a belső hálózatról legyen elérhető, és a legtöbb ilyen routeren be is lehet tipálni azt, hogy és akkor a netről kívülről semmi se legyen elérhető, és a legtöbb ilyen routeren ez a port akkor is nyitva van. És ezt aktívan ki is használják a neten. Tehát ha kiteszel a netre egy ilyen routert, akkor előbb-utóbb föl fogják törni, többféle ilyen cucc terjed. Ezt egy kiváló előadáson egyébként az Ethical Hacking konferencián hallgathattam meg én is, hogy csinált valaki egy olyat, ami kifejezetten arra azért keresi ezeket az eszközöket és tör be, hogy bezárja ezt a lukat. Ez a tényleg etikus hacker kategória, abszolút ezt kell mondani, de sajnos a többség nem ilyen, hanem telepít mindenféle szépséget és ilyen botnetekre, tehát épít ezekből a készülékekből. Úgyhogy van, amire van javítás gyártótól, van, ami javítás csak annyit javít, hogy más portra teszi ezt a nyitva lévő portot, tehát zseniális megoldások. Úgyhogy igen, csak érdemes, ha teheted és olyan az eszközöt, kicserélni egy olyanra, ahol teljes mértékben a te kezedben van az irányítás. Tehát egy nyílt forrású Linuxos alap. Erről van szó. Ez pedig az OpenBRT. Az OpenBRT régóta fejlődik. Igazából a neve onnan adódik, hogy anno a Linksys, amikor kiadta a BRT típusú routereit, az elsőket, abban Linux volt. Ott voltak is botrányok, hogy forrásokat nem adott hozzá, és akkor finoman a Linux Foundation oda ment, hogy szerintünk te szeretnéd kiadni a forráskódot, és ügyvédjék, hogy kicsit átolvasgatták a dolgokat, és úgy döntöttek, hogy tényleg szeretnék. Ez adta meg azt az alapot, ahonnan az OpenBRT elkezdett fejlődni. Fogták ezt a forráskódot, és kiszedték belőle azt, ami hasznos, driverek, meg architektúra specifikus dolgok, és elindult a fejlesztés. Egyébként egy magyar srác volt az egyik indítója ennek a fejlesztésnek. A évek során ez ugye egyre több és több platformra lett portolva, ugye ezek általában ilyen ARM alapú beágyazott kis platformok, de gyakorlatilag ma már több százas vagy több ezres az a lista, az a hardware lista, amiben megtalálod azt, hogy mikre van OpenBRT. Benne egyébként az x86-os architektúra is van, úgyhogy arra is lehet használni, ha ezt akarod. Ugye ez egy beágyazott rendszer, kifejezetten kis memóriára van kitalálva. Tehát az a célja, hogy egy pici 8-16-32 megabyte RAM-mal rendelkező készüléken hasonló méretű flash tártértárral működőképes legyen. Tehát nagyon speciális, eleve nem normál IPC van benne, hanem IPC, ami egy kisebb. Ettől kezdve eleve más architektúrája van, más a IPC library-e, és sok minden egyéb más benne, így ettől a törhetősége is rosszabb. Mert a legtöbb exploit, Linuxos exploit az x86-os platformra létezik. Ebből a szempontból már a 64-es Linux is jobban áll, kevesebb rá az exploit. Tehát kevésbé fogják föltörni. ARM-re egyébként rosszabb a helyzet, mint a 64-es, de normál PC architektúrára, mert az ARM annyira elterjedt lett, hogy az utóbbi időben ott is megszaporodtak az exploitok. De még mindig jobban áll, mint az x86, tehát a 32-es
platform. Meg alapvetően az, hogy más lipekkel dolgozik, az is egy lényeges különbség. Tehát egy Linux alap van benne, most a legújabb a 3.2-es kernel van, nemrég jelent meg pár héttel ezelőtt a 14.7-es verzióra a hallgató kiadása, ami rengeteg fejlődést hozott, de alapvetően újabb és újabb szoftverek tekintetében. Van hozzá frissítés, tehát itt nem jársz úgy, hogy ugye megvetted a gyártói kütyűt, aztán fenéket fog hozzá frissítést kiadni a gyártó, vedd meg az újabb kütyűt az újabb szoftverrel, azt meg nem javítjuk ki, a biztonsági lyukakat sem javítjuk ki, egyáltalán nem is szólunk róla, hogy van, és akkor az úgy biztos nem fog kiderülni, legalábbis számodra. Még nem törik föl, de lehet, hogy az se derül ki, mert nyilván nem az a célja ott a betörőnek, hogy te tudjad azt, hogy ő használja másra. Tehát, ha OpenBRT-t használsz, abban nem lesz hátsó bejárat. Egyrészt a teljes forráskódot látod, ha akarod, a saját magadnak forráskódból építed össze az image-et, úgyhogy gyakorlatilag biztosan át tudod nézni, ismert rendszer, és van hozzá frissítés, tudod frissíteni folyamatosan a dolgokat. Illetve, ami nagyon érdekes előnye, hogy az olcsóbb routereken is tudsz olyan funkciókat elérni, amiket azokban gyárilag nincsen. Tehát ha megnézed a boltban kapható routereket, ami mennyibe kerül az, ami tud bármilyen VPN, azok ilyen 30-40-nél kezdődnek. Na most OpenBRT-vel a 10-es is fog tudni VPN-t. Nem egyet, hanem gyakorlatilag, amit a Linux tud mind. Ilyen apró kis nyalánságok. Van egy saját csomagkezelője, picit haj az a DPKG-re, de semmi köze hozzá. OPKG, régen IPKG volt, most OPKG-nak hívják. Egyszerű, kifejezetten beágyazott eszközökre való csomagkezelő, de ugyanúgy csomagok vannak, mint Debian, vagy RPM, vagy Deb csomagokhoz hasonlóan csomagok. Letöltöd, fölteszed, eltávolítod. Van egy jó kis csomagkezelő. Az OPKG egy ilyen DPKG és APT kombó funkció is szerűséggel rendelkező valami. Nyilván a beágyazott platformnak megfelelő egyszerűséggel. És van hozzá rengeteg csomag, tehát gyakorlatilag a VoIP telefon központot is, Asteriszket is tehetsz rá, a webszervereket is, fileszervert is, tehát felúszhatsz egy szambát, egy aktív direktív tartomány vezérlőt csinálni, egy beágyazott routerből. Hát nem mondom, hogy a fileszerver funkcióban gyors lesz, de például van egy USB port a készüléken, és arra rádugsz egy diszket, akkor már fájl megosztásra is tudod használni, vagy ha ugye sok ilyen router van, amiben gyárilag benne van az USB port azért, hogy mondjuk nyomtatót dughass rá, vagy diszket dughass, azt megoszta, de nem alkalmas arra, hogy bedugjál egy pen, egy ilyen sticket, mobil sticket, és backup netet csinálj rá. De hát ez egy normál egyszer USB 2-es port, amihez van a driver, van a stickhez is driver, akkor elég gyorsan el tudod intézni OpenBRT-vel azt, hogy van egy backup vonalod 3G-n vagy HSDP-n, szóval valami mobil hálózaton keresztül. És akkor még sorolhatnám ezeket az előnyöket, ami az OpenBRT, vagy amit az OpenBRT ad nekem. Pár funkció, akkor tényleg csak így a szemezgetés, vagy az izgalmasabb funkció tekintetében, mert tényleg iszonyú hosszú, érdemes végignézni, milyen programok vannak rá. Ami Linuxra program van, ilyen szerver, az gyakorlatilag majdnem mindent megtalálsz rá. Van rá OpenVPN, IPsec és PPTP-VPN. OpenVPN-hez van beépített a webes felületéhez menedzsment is, tehát simán tudsz VPN szervert, klienst is létrehozni benne, többet is. Egyszerűen a webes felületén keresztül. Tudja a multiband, tudja a terheléselosztás és a failover technológiát is. Gyakorlatilag ez is webes felületről kezelhető, be tudsz konfigurálni annyi külső kapcsolatot, amit akarsz. Gyakorlatilag, ha veszel egy olyan routert, aminek van tipikusan ugye 5 Ethernet portja, akkor a gyári konfig mit tud, egyik port az a net, a maradék 4 a belső háló. Na, OpenBRT-vel a webes felületen szépen a switch-et szét tudod szedni, akár dedikált 5 portra, és akkor az egyik port az egyik net, a másik port a másik net, a harmadik port a belső háló, a negyedik port a DMZ, az ötödik port meg nem tudom, hogy micsoda. Teljesen mindegy. Tehát szana szét tudod szedni. Attól függ persze, hogy ezek az eszközök effektív hogy vannak konfigurálva, mert van olyan, ahol a net dedikált külön port, és a maradék 4 port, ez egy switch, és azt tudod szedni. Van, ahol egy 5 portos switch van, és azt kell szétszedned. De alapvetően egy VLAN-t tudó switch van beépítve a legtöbb ilyen készülékbe, hardware-es VLAN-t, tehát untagged-re tudod tenni a portot. Vagy tagged-re is tudod tenni a OpenBRT-vel a portot az adott VLAN felé, és tényleges szeparációt fog neked nyújtani. És ezzel 2-3 akárhány van, tehát ne külső kapcsolatot bekonfigurálhatsz, ha van USB, akkor mondjuk egy 3G-st is, és ezeket le fogja kezelni, egyszerű teszteket beállítasz is meg a multiban is. Vele, anélkül, hogy vettél volna ehhez valami méretileg a kütyű. Van a webes felületén is kezelhető QoS, tehát
forgalomszabályzási beállítási lehetőség, aki hétfőn látta az ezzel kapcsolatos oktatást. Hát ott ahhoz képest sokkal egyszerűbben leves felületről bekonfigurálhatod, de hát a háttérben persze ugyanazt fogja csinálni az is, amit ott mutattam. Tud VLAN-t, ezt az előbb említettem, illetve a tűzfal a Linux beépített netfilter tűzfal a rendszernek, tehát azt is szépen tudod konfigurálni. Az új verzió egyik újdonsága, hogy IPv6-ot is tud már gyárilag beépítve, tehát automatikusan föl tudja venni, ha ad a szolgáltató IPv6-os címet, befelé tud automatikus hálózati IPv6-os konfigurációt nyújtani a belső klienseknek, és kezelheted az IPv6-os dolgokat is már a webes felületén. Telepítése pedig borzasztó egyszerű. Persze hardware függő, hogy mennyire. A legtöbb gyártónak ugye a webes felületén van ilyen, hogy frissítem a szoftvert. Tehát letöltöm az image-et. Az OpenBRT-ből találsz az adott gyártó adott hardware-ére specifikus image-et. Ott van a link a wiki OpenBRT.org per TOH, az a Table of Hardware rövidítéséből per start alatt. Ott vannak azok a gyártók és azok az eszközök, amik támogatva vannak, többé-kevésbé. Tehát az, mielőtt veszel eszközt, ne azt nézd meg, hogy ebben benne van-e. Mert benne van az is, ami hát valamelyik trönkös, SVN-es, akármi, valamilyen szinten bizonyos dolgokat már tud ezen. Tehát nézd meg az adott eszköznek az oldalát. És az alapján választ eszközt. És utána megtalálod a downloads.openbrt.org-on az image-et, onnan ki kell választani az adott hardware eszközhöz megfelelő image-et. Ezt egyszerűen föltöltöd a webes felületén, és attól kezdve OpenBRT-vel működsz. Arra azért vigyázz, hogyha nem sikerül ez a frissítés, akkor elég könnyen lehet papír nehezéket csinálni a készülékből. Készüléke válogatja, hogy egyébként hogy lehet helyrehozni, mert a legtöbb készülék TFTP-vel helyrehozható. Van, amelyik megfelelő módon elérhető TFTP kliensre rá tudod tölteni, van, amelyik meg TFTP-vel le tudja szedni egy előre beállított helyről az image-ét, és tudja magát frissíteni, amíg a bootloadert nem cseréled le, és azt általában nem szoktuk lecserélni. Na és akkor egy tipp így hardware-ügyileg, hogy mit használj. Én nekem három különböző gyártó hardvereivel van tapasztalatom ez ügyben. A klasszikus Linksys. Ott a VRT54G volt a klasszikus, tutira jól működött. Aztán ott van a 160NL, ami mindig kapható típus. És egy legnagyobb rajon bele az, hogy 100 megás a Ethernet linkje, tehát nem tud annál többet, ami majd mai hálózatokon már szokott szűk keresztmetszet lenni. Ellenben az is tuti jól működik. A Linksys-ekből a többiekkel is tapasztalatom. A TP-linkekkel az a tapasztalatom, hogy amíg a Wi-Fi-re is szükséget tök jól működnek, a Wi-Fi-ük viszont előbb-utóbb kiha. Tehát ilyen, nem tudom én, hetente egyszer újra kell indítani a TP-link útát, mert a Wi-Fi rádió az elhal benne. Egyébként, ha a rádió részét nem használod, tehát csak routernek használod, a Wi-Fi részét nem használod, akkor teljesen jól működik. Pillanatilag például nekem is egy TP-link van otthon, annak ellenére, hogy routerboarddal mindjárt átérek. Előbb-utóbb ki fogom cserélni, a Wi-Fi abban is ki van kapcsolva, és egyébként mikrotikes AP-t adják a házba otthon a Wi-Fi-t. Egyébként ebből az egyszerű okból, hogy a TP-link ez ügyben. Mert meg azért is, mert ott a, ami a pincébe, ahol meg a padlás meg a között, tehát egy AP kevés lenne, tehát ami lent van a pincébe router, az a emeleten már nem menne, tehát lehet, hogy kisebb házba kéne költözzek. De inkább két AP-t leteszek, és a router megmarad a pincében felállásra. És akkor ami ilyen szempontból egy jó hardware, csak az ilyen Soho környezetekben kevésbé elterjedt a bonyolultsága miatt, az a Mikrotik router borda. Hozzátéve egyébként az azon lévő router OS is egy teljesen jó operációs rendszer, megfelelően bonyolult. Bár annak sem a webes felülete, de a beállítása egy kis ilyen pilóta vizsgás kategória. Tény és való, viszont rengeteg dolgot tud és stabilan tudja ezt, és tök jól van az is frissítve. De ez az előadás nem a router OS-ről szól, hanem az OpenVRT-ről, úgyhogy hozzátéve azt, hogy én is lecserélem otthoni környezetben a routerboardon, itt hoztam is egy routerboardot, ezt konkrétan idehoztam egy 750GL, ez nem tud wifi-t. Ellenben egy nagyon megbízható dolog, 5 darab gigabites portja van, ami switchben szépen szétosztható, és nagyon jól működik rajta, ugye megmutatom ezzel, hogy hogyan is néz ki most egy új OpenVRT. Erre a telepítés egy picit macerásabb, mert a Mikrotiknél a telepítés sem tartozik az egyszerű feladatok közé, ők nem annyira az otthoni felhasználókra készítik az eszközeiket. Egyébként 10 pár ezer forintos eszközről beszélünk. Ehhez képest ilyen majdnem ipari kategóriájú minőséget szokott hozni megbízhatóságban.
többek között bírja a mínusz 30 fokot és a plusz 40 fokot is a működésben a legtöbb készülékük. Nem például ez a műanyag, az ami alatta van, ami szintén egy routerboard, az már egy ilyen ipari kategória. Azt csak wifi-nek használom, mert itt nincs vezetékes, nekem wifi bridge-nek itt most nem arról lesz szó. De tehát, hogy ezek egy jobb minőségű eszközök, körülbelül ugyanazon az áron, mint ezek a Linksys TP-nk és egyéb cuccok, úgyhogy ezért is érdemes. A másik a 951G, konkrétan abból a 2 HMD-s típus, ami a 2 azt jelenti benne ott, hogy 2 gigás wifi van beépítve gyárilag, méghozzá egy HMD-s wifi van benne. Teljesen tuti jól működő dolog, arra is megy hibátlanul az OpenWRT. Ennyit a hardware-ről, és akkor még két szó a menedzsmentről, mielőtt megmutatom pár percben gyorsan azt, hogy hogy is néz ki tényleg a valós életben, mert mondom, tudod, én jobban szeretem a gyakorlatot ez ügyben. Szóval van egy webes felülete mindegyik készüléknek, ez nagyon hasonló az ilyen házi, otthoni szóval router kategóriák webes felületéhez, csak hát sokkal több funkciót rejt maga mögött, mint ezek általában. Ez a 14 hétben egyébként nagyon sokat szépült, tehát ha valaki megnézi a 12-es verziókat, ahhoz képest a 14-esben, hát egy nagyságrenddel kedvelmesebb ilyen mai Web2-es dolgokhoz hasonló stílusban működő dolog már ez az egész webes felület. És ami számomra a legfontosabb, be lehet SSH-zni. Gyárilag be lehet SSH-zni. Sőt, igazából, amit nem adtam UTS-ot elnetelni is, de ez csak azért van, hogy az ember hozzáférjen egy új telepítéshez könnyen akár konzolról is. De nyilván az első dolog, hogy az ember a UTS-ot beállítja, utána SSH-val tud belépni a készülékben. Full elérés, egy root promptod van, ha be SSH-zt. A rootként be tudsz SSH-zni, SSH-zni, amit akarsz. Van egy fájrendszer, ez egy pici specifikus, mert alapvetően ugye a pici eszköz miatt egy SquashFS-be, tömörített fájrendszerbe, read-only fájrendszerbe van az egész ROM belerakva, és az összes többi egy overlay technikával van fölé húzva, tehát amikor változtatsz konfigot, az overlay-be egy másik flash fájrendszerbe, egy overlay típusú fájrendszerbe íródik be, és fedi el az eredeti ROM-ban lévőt. Ezzel oldja meg azt, hogy a ROM pici és tömörített fájrendszerként kevés helyet foglal. Ebben a szempontból jobbak azok az eszközök, mint például a routerboardon viszonylag nagy a flash. És jól elfér. Na de tök ez onnan telepíthetsz rá csomagokkal. A teljes konfigurációja úgy van megoldva, hogy a RTC-ben konfig alatt ott van minden sima szöveges konfig fájlakna, és abból indít minden szolgáltatás. Csoda egyébként nincs mögötte, például a DNS, DHCPD, DNS maszkot csinálja benne, mert az pici, egyszerű, gyors. Az SSH-t egy Robert csinálja, szóval ilyen szempontból egy elég egyszerű megoldásról beszélünk. Na, ennyi a duma az egészről, és akkor egy pici élőbb dolog is. A routerboardon nem mutatom meg a telepítést, abból az egyszerű oknál kifolyólag, hogy az egy bonyolultabb dolog. Ott kell hozzá egy DHCP szerver, illetve egy megfelelő DFTP szerver, ahonnan, ha a reset gombot nyomom és úgy bootolom föl, akkor föl fogja húzni magára azt a Linuxot, OpenWRT-t, amiben bootolt, amiben be tudok utána telnetelni, és ahonnan már kiadhatok egy olyan parancsot, ami be is lesse azt. Ez egy picit bonyolult. Le van írva az OpenWRT oldalán. Az ilyen Soho routerek, TP-Link, Linksys, stb. Meg az image-et föltöltöd a webes felületen. Jó? No. Tehát akkor, ha minden jól megy, akkor nekem itt lesz egy... Így van. Nem tudom, ebből most így mennyi látszik. Elég kis picike, ugye? Megpróbálok a felbontáson egy picit rontani. Ugyan fölmentünk Full HD-ba, ami talán egy picit túlzás. Ott is várt. Na most itt nyomtam, nem a jobb gombot nyomtam. Na még egyszer. Nem azt akartam, de majd nem jó. Igen, csak ez így, ez az ideális ennek a kicsinek. Ez az. Így látszik jól, ugye? Igen. Na, így néz ki a bejelentkezés első telepítés után. Járj vissza. Oké. Nincs most útjelszó, úgyhogy bejelentkezésre kattintok. Ez a kezdő oldala. Nem olyan szép csili-vili azért, mint ezek a gyári routerek, nem olyan színes, meg szagos, meg stb. A lényeg azért látszik, hogy ez egy routerboard 750GL készülék, és kernel az 3.10-es, nem is 3.2-es rosszul emlékeztem, 3.10.49-es, tehát elég friss kernel van rajta,
ebből a szempontból nincs különösebb gond, de hát itt kapok infókat róla, ami talán érdekes ennél a hardvernél, hogy 61 megabájtnyi, vagy 60 megabájt körüli RAM-ot lát, ami egy ilyen méretű, tehát ilyen beágyazott rendszerben egy kifejezetten magas értéknek mondható, jó része szabad is, és hát a diszkkapacitás még, ami, de az itt nem látszik. Látszik minden esetre az, hogy IPv4-en van egy külső kapcsolata, ami egy privát címünk, mert az itteni hálón ez így van, így látszik, de a lényeg az, hogy van, szépen látszik az is, hogy ez az RTH 0.2-es VLAN-os interfészen van, IPv6-os címet nem kapott, mert itt nem ad a router IPv6-ot, nekem ad egyébként IPv6-os címet, ha minden igaz, mert ha ezt mondjuk azért gyorsan meg is mutatom, hogy ha minden igaz, nekem kell legyen IPv6-os címem, így van, tehát nekem kiszolgált IPv6-os címet is automatikusan. Itt szépen látszik, hogy a router mit mond magáról IPv6-on, gyönyörűen hirdeti magát, és föl is veszi minden mai oprendszer, amit tud IPv6-ot automatikusan. Tehát itt a belső állazatot, amit ad, az IPv6-os gyakorlatilag ettől kezdve, hogy ez a router elindult, és bekapcsoltam rajta. Már azt hiszem be se kellett kapcsolni rajta külön az IPv6-ot. DHCP bérletek látszanak IPv4-en, hát IPv6-on fut valószínűleg DHCP, de általában nincs rá szükség. Alapvetően nincs szolgáltató által kiosztott IP címe most IPv6-on, de nincs semmi, ami tovább bosszom. Ugye IPv6-on nem értelmezett a belső hálózat, mint olyan, amit az IPv4-en megszoktunk, ezeket a privát hálózatokat. IPv6-on ez nem létező dolog, szolgáltató kioszt neked egy tartományt, és annak van egy altartománya egy pár millió címmel, amit a belső hálózaton használhatsz. Konfigurációja, itt egyébként az állapotokat sok mindent le lehet kérdezni, ami izgalmasabb része talán a dolognak, az itt a szoftver rész. Itt találod meg azt, hogy egyrészt mennyi hely van, szabad hely 89%, 53 megabájt szabad hely van még a flashbe, ami ilyen PC-s szemmel nézve, Jézusom, az mennyekedés, de hát itt ez a viszonyatos mennyiség. Tehát olyan picik ezek a csomagok, köszönhetően annak, hogy olyan library-kkel dolgoznak, ami kicsi, hogy ezt betölteni nem lesz könnyű. Az ilyen Linksys és társaik, azok ilyen 4, jó esetben 8 megabájttal rendelkeznek, és még mindig tudsz rá szoftvert telepíteni. Innen tudsz föltölteni is, de itt az érdekesség az elérhető csomagoknál van, ami jelen pillanatban teljesen üres, mert nem frissítettem le a csomagadatbázist. És akkor jöjjön egy kis parancsol is, mert ez így túl unalmas, hogy webes felületet kattintatok. Maradok most a telnetnél, mert nincs út jelszó, tehát rátelnetelek a gyári 192.168.1.1-es címére, mivel úgy jelszót én állítottam, hogy be tudok menni. Akkor például beállítottam a út jelszót, nem lehet betelnetelni. De nem engedve telnetel, akkor kezdve csak SSH. Ez azért egy fontos jellemző. És akkor, hát itt látszik a felépítése az egész Hubelebanc-nak. Van egy rootepes, meg egy dev root, két fájrendszer ugyanoda montolva. Ha monttal nézem, akkor már sokkal érdekesebb, hogy a dev root az IAFFS, tehát ilyet a flash file system típusú, míg valahol bele van csatolva még egy TMPFS, DevFS, DebugFS, itt nincs, de ott van egy rootepes típusú fájrendszer. Szóval ilyen kicsit furcsán van ez a része fölépítve. No, én jobban szeretek sok mindent parancsolból csinálni, például az adatbázis frissítése az OPKG update móddal simán egyszerűen gyorsan történik, ez ilyen update-debb János stílusban előadva. Ettől kezdve most már van, és most már az OPKG list például szépen listázza az elérhető csomagokat, van egy-kettő. Azt azért lehet, hogy a webes felületről célszerű megtenni, az is betölti előbb-utóbb, és akkor itt keresgélhetsz a csomagokba. És lehet itt szűrni, keresünk OpenVPN-t. OpenVPN-t keresek, hát van egy-két dolog OpenVPN témában. Van OpenVPN-en, választhatom, hogy OpenSSL-es vagy PolarSSL-es, OpenVPN-t szeretnék ezzel vagy azzal a library-vel van fordítva, ki hogy szereti. És ami itt nincs, mert az OpenVPN-re nem adta ki, hogy a webes felületnek is van VPN-je, hát hogyha csak simán VPN-re keresek, akkor az jobb lesz, mert ott csak simán VPN-nek hívja, ha jól emlékszem, a webes felületes dolgot.
OpenVPN, OpenVPN, OpenConnect, a Lucid, nem találom most a Lucid OpenVPN, se baj. Tessék? Itt van, csak nem veszem észre? Ctrl F. Ja, hogy Ctrl F-fel hamarabb megtalálnám, igazad van. Gondoltam, hogy az optikai keresés jó, de egyszerűen nincs most itt. De van, egész biztos van, csak ma ezt nem akarja megmutatni nekem, ami a webes felületéhez tartozik, amit egyébként Lucy-nak hívnak, tehát ha Lucy-ra keresek. Nincs, mert nagyon régóta a OpenVPN. Teljesen jól működik nekem a Lucy-s OpenVPN. Oké, lehet, hogy most eltűnt belőle, illene, hogy legyen. Minden esetre például a multivanos az itt van. De hát ha más nincs, akkor az OpenVPN-t az ember szépen a felelkészítő OpenVPN-ből kézzel konfigurálja föl, úgyhogy nem okoz ez akkora fejfájást, ha az ember azt tudja, hogy kell, azt nem fogom kattingatással csinálni ebben az esetben. De amit látod, van itt egy pár dolog, amit föl tudsz telepíteni. Vváltozat egyébként, hogy telepítve van a dolog. És akkor a telepített csomagokban kéne keressek, de nincs ott. Jó. Na így elsőre keresgélhetsz a csomagokba, itt vannak, föl tudod telepíteni és tudod használni. Fölteszem a multivant és akkor be tudom konfigurálni a hálózatot. És akkor egy pár szó a hálózatról, itt az interfészek része az, ahol látszik. Három interfész mutat az új, a régi, a 12-es még csak kettőt mutatott, itt annyival több, hogy van egy van 6, ami azt jelenti, hogy ez az IPv6-os van, tehát internet kapcsolatom lenne, ha lenne. Az ott jönne föl automatikusan, a LAN a belső álló, a van, meg a net, a van 6 pedig az IPv6-os, ez van sima, van az IPv4-es net kapcsolatnak van kialakítva, és akkor ezt be lehetek, mondjuk szerkeztem a LAN-t, és akkor itt szépen be lehet állítani, mi az IP cím, adhatok itt is átjárót, hogyha erre is van, erre van az átjáró, beállíthatom a DHCP kiszolgálót, gyárilag ki van, azt hiszem kapcsolva, vagy nem, lehet, hogy be van kapcsolva, teljesen mindegy, így tudod, ha egy pipát beteszek, akkor DHCP szolgáltatás nem lesz ezen a csatolón, ha meg van, akkor mettől meddig osszon, tehát egy DHCP bekapcsolása is ez a bonyolultság. A haladó beállításoknál lehet játszani még hasonló DHCP opciókkal, illetve IPv6 beállítást, hogy milyen router advertisement service menjen, disable server mode, delay mode, hybrid mode, amit szeretnél a belső hálózatnak adni. Aztán a csatoló haladó beállításai, nagyon mélyen nem fogok most ezekből belemenni, hozzak rá a rendszerindítás akkor nyilván. A fizikai beállítások az érdekesebb talán, hogy ezt egy bridge-be tegye be. Ez akkor érdekes, ha van wifi, mert akkor lesz egy wifi interfész is, az is egy külön interfész, tehát leválaszthatod, lehet, hogy a wifi egy teljesen független álló belső hálózattól. Vagy beteszed a belső hálós bridge-be. Ez bridge-be kell tenned. Gyárilag egyébként általában így van konfigurálva az OpenVRT azon az eszközön, ami tudja a wifi-t, hogy bridge, és akkor a bridge-be van a belső hálózati csatoló, és a bridge-be van a wifi csatoló is. És akkor itt látszik, hogy a WLAN 0.1-es interfész, ami a LAN hálózat. Mert logikailag LAN hálózat, illetve logikailag hálózatok vannak, amiben csatolókat teszel. És a tűzfal szabályokat már hálózatokra hozod. Tehát ha több van csatolód van, akkor van egy, hát van hat is ezekből. Ugye külön veszi az IPv4-et, IPv6-ot, ezt nem kell egy kalap alá venni, mert teljesen más címekkel dolgozunk. De ha több IPv4-es van ott van, akkor egyszerűen a többi csatolót és a sima van hálózatba teszed bele. És ez itt a hálózatnál van, hogy milyen hálózatok vannak. Itt adhatsz hozzá új interfészt, és azt beállítanod, hogy melyik hálózatban legyen, illetve a tűzfalnál vannak a különböző hálózat nevek, illetve az, hogy a különböző hálózatok között milyen forgalomszabályzás van, és akkor itt már a LAN és a WAN közötti forgalom van engedélyezve vagy tiltva, illetve a WAN-ok közötti forgalom általában, illetve a forgalmi szabályoknál tudsz itt megadni hálózatok, címek, portok, stb. Ilyen formában könnyedén egyszerűen. Van is egy pár beállítás itt benne, gyárilag is. DHCP, DNS, a kapcsoló az, ami érdekesebb itt a hálózat alatt sokkal inkább. Itt látszik, hogy milyen switch van a készülékedben. Azt látszik, hogy ebben a routerboardban van egy 6 portos switch, a 6. port, igazából 7 portos, 6 plusz 1, a 6. port nem tudom hol van, fizikailag nincs kivezetve konkrétan.
tehát lehet, hogy az alaplapon ott van, de nem érhető el. Van egy processzor szint, ez van összekötve ugye a processzorral, a switch itt van összekötve, ez az, ami amivel konkrétan a processzor kommunikál. Ezt ne szedd ki, ha lehet a dologból, és ne nagyon konfiguráld át, mert attól kezdve a processzor nem fogja látni a switchet. Na most, ha a processzor nem látja a switchet, akkor lehet megoldja itt. Oké? Okay? Tehát itt nem véletlen címkézett módban van, ne bánt a dolgot. Ugye két vélan van, egy 1-es meg egy 2-es, és szépen az látszik, hogy a port 1 az nincs benne az 1-esbe, és címkézetlenül benne van a 2, 3, 4, 5-be, míg a 2-es vélan címkézetlenül van benne a port 1-be, és nincs benne a 2, 3, 4, 5-ben. Tehát a gyári konfig úgy néz ki, hogy a készféknek az 1-es portja lesz az internet, nem a 2-es vélan, amit úgy állítottam be, hogy állítottam a hálózatnál, hogy az RTL0.2 az internet, tehát az legyen a van lévő, tehát gyakorlatilag lesz egy RTL0.2-es csatolóm. Az RTL0.1-es, az az 1-es vélan, az pedig konkrétan a teljes 2, 3, 4, 5-ös portot jelentő switch. Technikailag. De bármelyiket hiszethetek. És bocsátok egy LAN2-t, LAN3-ot, DMZ-t a hálózatokba, betehetem oda azokat a portokat, tehát lehet egy harmadik vélanom, ami a DMZ. Így pofon egyszerűen meg tudod ezt csinálni. És így tovább mehetsz tovább. Én nem akarok ezekbe most nagyon mélyebb elmenni, mert az idő annyit engedett meg körülbelül ebből, amit most megmutattam. Ez az, ami értelmesen belefér. Az látszik belőle, hogy már a webes felületén sokat tud. És akkor, ami még megér egy két percet az, hogy hogyan néz ki ez belülről, az az LTC per config. És az LTC per config az, ahol egyszerű sima text config fájlok vannak. Tehát ha megnézem mondjuk a hálózatot, a networköt, akkor itt van configure interface loopback. Az loopback interface neve a low, ugye ez itt látszik. Ez egy statikusan konfigurált interfész, hasznosít 001-es címmel. Aztán van a LAN interfészem, ugye nem az interfész maga a hálózat a logikailag, és utána abban van fizikailag interfész az RTH0.1, ez az 1-es vélanom, ez a belső álló, és ez egy bridge interfész kell, hogy legyen, ami statikusan van konfigurálva, és gyárlag a 192.168.1.1-es címet viseli. És van egy WAN interfészem, amiben az RTH0.2 van, és ő DHCP-vel kell konfigurálódjon. Jelen esetben a külvilágot DHCP-vel kapja, de nyilván meg egy a PPPoR, meg 3G-s kiegészítőt is föltehetsz, és akkor azok is mennek. És itt tovább így van, és itt van alul a config switchnél a switch beállítás, itt látszik, amit az előbb a webes felületen mutattam, az itt így néz ki, hogy van a switch 0, és van benne különböző vélanok, van az 1-es vélan, ami a 0-es port taggelve, meg a 2, 3, 4, 5-ös port, és van a 2-es vélan, ami a 0-es port taggelve, és az 1-es port. Ez, amit az előbb a webes felületen is megmutattam, így néz ki config file-ban, tehát itt se egy őrül bonyolult dolog, tehát gyakorlatilag át kell vinned OpenBRT konfigot egy útra a másikra, akkor copy-paste. Ennyi. És ennek megfelelően van egy bridge-em, ami a BR-LAN, és ennek hát gyakorlatilag nem itt van már. Az RTL0.1-es LAN van benne. Ha venne Wi-Fi is ebbe a készülékbe, akkor ebben lenne a WLAN interfész, és a WLAN 0-as interfész is itt lenne benne, és ettől van össze a bridge-elbe a belső álló, ami és ugyanezen logika szerint ott az összes többi extra beállítás is. A DHCP-t talán még megmutatom. Itt van az, ami a DNS maszkú konfiget fogja generálni. Tehát a DNS maszkút nem úgy konfigurálod, hogy bekonfigurálod a DNS maszkút, ő majd bekonfigurálja neked, tehát innen kell kezelni. Hozzáteszem, hogy ettől még a RTC-ben általában szokott lenni, nem tudom, hogy ebben az új verzióban is ott van ott a DNS maszkú konf, és lehet ott is konfigurálgatni, csak attól kezdve a webes felületnek a használt veszted el, mert azt nem fogja átírni neked. Ha megnézem a futóból, igen, a megszokás, a PS, ugye BusyBox van benne, tehát mert jó megszokott, átlag 86-os architektúrán dolgozó embernek a paraméterezés nem mindig működik, de hogy nekem se.
itt látszik, hogy a DNS maszk az a per var per LTC per DNS maszkú konf alapján fut, nem a per LTC per DNS maszkú konf alapján. Hát így nyilván ide generálta le, itt a legenerált DNS maszkú konf, ennyi, amit ő generált belőle a DNS maszkú számára. És hasonlóan van egy drogberem, ami egyébként a per LTC per drogber alá keresi, ha valaki szeretne kulcsot betenni, akkor az authorized keys file ide való az LTC per drogber alá. És akkor lehet kulcsot betenni. Rootként. NTPD is fut rajta nagyon szépen. Szuper. Ennyi fut rajta egyébként, tehát nem túl sok az a alkalmazás, ami itt fut. Bőven elég egy routerbe. Pici, egyszerű, kevés erőforrással megy, olcsó. Ez szerintem a gigabites routernek 10-pár ezer forint után VRT-vel Linux-a nem egy rossz választás. Én azt gondolom. Én szeretem volna erről megmutatni, ennyi fért bele a mai napba, úgyhogy ha még van kérdésed arra, még szívesen válaszolok. Aztán ha az is meghozzak, utána jön a szünet. A szünetben majd sorsolunk. Aztán megjön a második előadás, ami meg engem is érdekel, úgyhogy nem fogom sokat fizni az időt. Mondjad! A user, vagy további felhasználók? A további felhasználók fölvétele a kérdés. Hát még nem futottam bele abba az esetben, ahol erre nagy szükség lett volna. Elvileg lehetséges Linuxról beszélünk. A password file nem egy olyan őrült, bonyolult dolog. Igen, megmutatom, így jobban látszik. Tehát nagyon sok felhasználó van rajta. Elvileg adhatsz hozzá, tehát ad user parancsot, még az is lehet, hogy az is van. A fene tudja. Igazából minek? Tehát mi az a felhasználó, akinek be kéne ide lépnie? Ha esetleg fájszervert akarsz rárakni, szambát, akkor meg a szambába ad hozzá a usereket. Nem tudom. Igazából szambát nem mondom, hogy nem tettem rá föl, ez az AD-s poén, ez csak vicc volt, nem csináltam, csak mint poénnak sütöttem el. Szambá 3-mal tettem már rá, de ott általában az volt a feladat, hogy egy dedikált felhasználóval be lehessen menni elérni valamilyen fájlokat, amit ezt tárol, mert azért ahhoz egy picit gyenge egy ilyen hardware, hogy komolyabb fájszerverként üzemeljen. Ilyen backup jellegű dolgokra meg jó nyilván, arra meg virtuális userekkel dolgozik az ember. Nem tudom, tudtam-e válaszolni, vagy ez így adott valamit, de hát Linux, tehát bármit bele tudsz hackelni, amit akarsz, ettől függetlenül is persze. Más kérdés? Port továbbítás a felületen. Tűzfalnál van persze, tehát a tűzfalhoz mész, és port továbbításhoz mész, és ott beírod. Tovább nem kell magyaráznom, hogy bíztam benne. A DDVRT az, na hagyjuk. Kereskedelmi is, meg voltak vitáik azoknak VRT-vel, nem alaptalanok. Forráskodni problémák, na mindegy. Inkább nem. A frissítés az egy másik probléma, amit csak. Én az OpenVRT-nél leragadtam el a jött. Ez egy döntem. Más kérdés? Csomagokból van-e valami részletesebb leírás? Hát ott a webes felületen ott volt némi, annál többet nem találsz, ha csak nem megnézed mondjuk egy normál desktop környezetben. Itt ennyit találsz, hogy itt a szoftvereknél, ha az elérhető csomagokat listázom, akkor itt azért viszonylag egy-két mondatos leírás van. Aztán a többi, most hogy mire való itt egy adott szoftver, tehát mondjuk megkeresem az Asterisk 11-et, akkor le van írva azért, hogy mi az Asterisk, azért ha bővebben akarok róla tudni, akkor megtalálom a neten. Ennél több info... Itt az oldalon nincs összeszedve, hanem Google barátomnak. Hát itt ilyen szinten van, tehát amit itt látsz, hogy egy pár mondatnyi leírás van, ahol egy soros vagy egy kifejezésnyi leírás van a szomagról. De gyakorlatilag ugyanazok a csomagok, mint normál, tehát a PC-s vagy szerver célú Linuxoknál, vagy nagyon hasonló csomag név az alapján az ember meg szokta találni azt, hogy mi is, mire való ez az adott dolog. Igen. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy mondjuk a különböző hardvereknek az eredeti firmware-éhez képest mondjuk ilyen teljesítmény meg
egyéb összehasonlítások vannak? Nem tudok róla, hogy vannak, legfeljebb nekem gyakorlati tapasztalatom. A Wiki Diver-rel szokott gond lenni, abból az adból adódóan, hogy ezt nem nagyon szokták publikálni. Tehát ott van egy bináris valami. Ott, ahol nem tudja megoldani másképp, az OpenVRT hostápéval dolgozik, ami erősen szoftveres és CPU igényes. Ez az egyik oka például az ilyen TP-Link és társainál az elpusztulásnak. Ezzel sokat nem tudunk javítani. Ott, ahol a driver jó, ott például az Atheros driver elég jól Linuxon, tehát például a Mitotikekbe állt a Atheros chipset van, és nem Broadcom driverekkel nem annyira jó. Tehát az Atheros-os eszközöknél általában stabilabb dolgot szokott jelenteni. Egyéb tekintetben nem találkoztam, más problémával nem találkoztam. Tehát a legkomolyabb ilyen hátulütő a Wi-Fi tud lenni ez ügyben, hogy bizonyos eszközöknél. De Linksys-nél ugyanúgy Broadcom van, és ott mégis jól működik. Tehát nem feltétlen csak az a baj, hogy Broadcom. Tehát ugye a probléma az, hogy nem tudja minden esetben az OpenVRT felhasználni azt, amit a gyártók elkészített, mint AP szintű driver, és ami elérhető open source felhasználásra a driver, mondjuk egy Broadcom adott típusú Broadcom chipsethez, az egy kliens célú driver. Kliens célú driverrel nem tudod AP módra kapcsolni a kártyát, ebben az esetben egy host AP nevű szoftverrel emuláljuk az AP-t. Ez tud némi problémát okozni. Ott, ahol van olyan driverünk open source-os felhasználásra, ugye, ami a OpenVRT-hez kell, ami tud AP módot, ott meg működni fog, mert egyszerűen AP módba kapcsoljuk a kártyát, és nem kell szoftverből emulálni az AP működést. Ezt honnan lehet kideríteni, hogy melyik? Hát a leírásokból érdemes keresgélni, hogy az hogyan működik leginkább. Ezt tudom javasolni, meg gyakorlati tapasztalatok embereknél. Tehát még egyszer mondom, nekem van az, hogy TP-linkeknél szokott gondolni, Linksys-eknél kevésbé szokott gondolni, Mikrotikeknél még kevésbé szokott gondolni. Ennyi, amit itt tanácsban tudok adni. Még egy kérdésem is lenne, hogy használtál, vagy konfiguráltál már úgy OpenVRT-t, hogy a Wi-Fi az egy külön WLAN-ban van, és így függetlenítve van a helyi hálózattal. Sőt, olyat is meg lehet ugye csinálni vele, hogy két Wi-Fi-t csinálsz. Tehát eleve két AP-t, két SSID-t, ami két külön WLAN-ba megy párhuzamosan, és akkor lehet egy vendég WLAN, ugyanazon a Wi-Fi-n meg egy belső WLAN, és akkor a vendég WLAN egy másik hálózaton megy. Nekem otthon például úgy működik a hálózatom, hogy van egy WLAN, ami a routerből bejön, egy címkézett WLAN, ami a vendég WLAN-ként tud működni, és amire a AP-nak benn van konfigurálva egy olyan WLAN-ra, ahol persze a Wi-Fi oldalon már nincs tag, tehát ott már aki arra a vendég WLAN-ra kapcsolódik föl, és ha valaki ismerős bárki jön hozzám, akkor annak a hozzáférését adom meg neki, az is egy védett WLAN egyébként, vagy egy védett Wi-Fi, és ahhoz, és akkor nem látja az én belső hálózatomat, de ezen a WLAN-on kiviszi a routerőt a netre. Részben vegyesen vagy egyébként, mert az AP-k nálam, nem, ott nem cseréltem le OpenVRT-re bevallom őszintén a router OS-t, mert az semmi más nem csinál, mint egyetlen az Ethernetet, a Wi-Fi-vel összebridzseli, illetve két Wi-Fi van benne. Ott egyszerűen nem akartam dolgozni bele, mert az három kattintás egy router OS-en bekonfigurálni, míg a net elosztásnál például egy router OS-en bekonfigurálni egy multibanos elérést úgy, hogy azt jól ellenőrizze, az igencsak sok script programozás, ehhez képest itt néhány kattintás OpenVRT-vel, tehát sokkal jobban szerettem OpenVRT-vel csinálni azt a részét, de miatt. Ennyi. Köszönöm. Szívesen. Más valaki még? Oké, akkor ha most nincs több kérdés, akkor csináljuk úgy, hogy tartsunk most egy 8 perc szünetet, 20 óra 30-ig. 20 óra 30-kor tartunk egy sorsolást, és akkor 20 óra 40-kor jöhet a következő előadás. Kérdezem itt a kollégát, aki jön utána, már jön is ide, hogy jó-e az neked, hogy 20 óra 40-kor folytatod? Annyit szeretném csak kérni, hogy hát van egy rákmányhűtő, abban még van sör. Az már nem az, ami a mitapáteink belül odaadható, hiszen lesz több mitap is, és szeretném, hogy az nem fogná. Elfogytak a sörök, akkor sajnos most csak ennyire tudtunk szolgálni. Igen, a söröket köszönjük szépen. Úgyhogy ennyi. Az előadást köszönöm. Úgyhogy nekem van egy egyszerű szakmai, mi egy picit
picit más volumenben gondolkodunk. De például a mikrotiket én személy szerint is tudom ajánlani, nekünk a céges wifi-t ezt szolgáltatom nagyon sokáig. Árban általában drágább, mint ezek a desktop wifi-k. Én azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk egy cégnél próbálkozik ilyesmivel, akkor én ebben gondolkodnék. Egy az, hogy mi mindenféle ilyen fizikai helyre is el tudtuk helyezni, ahol nem féltettük a porttal, a hőmérséklettől, fél dobozban, könnyen bővíthető, moduláris, az UTEGO is az valóban egy nagyon jó eszköz, mármint hogy szoftver szempontjából viszont rengeteg mindent lehet rajta állítani. Én ebből a szempontból, hogyha már ilyen, azt mondom, hogy ilyen közepes cégméreteket kell kiszolgálni, mondjuk akár wifi-vel, vagy bármi ilyesmi, akkor szerintem megéri azt az 5-10 ezer forint pluszt egy, mondjuk egy Nexushez képest. Ez csak egy ilyen saját szabtartalmat. Előtte mi is ilyen asztalokra helyezett, mit tudom, Apple-ös Nexushes routerekkel vittük a wifi-s hálózatot, persze lényegesen kevesebben voltunk, aztán egy ilyen 60 fő, volt ilyen 30 és 60 fő között már alapvetően ezt használtuk. Ugye a fémdoboz, ami nagy előnye, az, hogy tudtunk rögtön cserélni 2,5 GHz-ről 5 GHz-esre, meg olyan volt az alaplati bort, hogy lehetett. Tehát gyakorlatilag extendálható. Tehát ez egy fejlődést ad majd nektek, hogyha esetleg érdekes lehet. Köszönöm. Abszolút egyébként ezért, amit itt most csináltam, az erősen az otthoni kategóriás műanyagdobozos változat. A 10 ezer forintért, de tényleg 30 ezres nagyságrendben vannak a fémdobozos változatok, aminek 8 portja van mindig ilyen. Tehát ami lényegesen nagyobb, erősebb. Tehát ezek... Cseppel ellápolszak, hogy működtek. Rengeteg internet szolgáltató van, ilyen wifi-s internet szolgáltató, ezekkel dolgoznak. Rengeteg. Én is építettem föl internet szolgáltatói hálózatot mikrobiketkel, ami kint van egy 70 méter magas kémény tetején, és kint volt 5 év múlva, ami mindig ment. Most még azt kell tudni, hogy egy normális ilyen Nexushes routerre rá tudsz tenni egy bizonyos decibeles antennát kicsi csíteléssel egy ilyen komolyabb boardra, azért nagyobb antennát is rá lehet tenni. Lehet, hogy ott már a rádiófelület egy kicsit szól, de azért, hogyha nagyobb területet kell esetleg beszólni, mondjuk külteret vagy ilyeneket, akkor én ezt jobban ajánlanám. Lényegesen nagyobb a lehetőségek. Nem tudsz egyszerűen egy Nexusból akkor egy jelenlőséget kivenni, egyszerűen erősítem az adatot. Igen, egyrészt meg a Nexusban elkezdett fölfelé tekerni a teljesítményt, akkor az egyre nagyobb spektrumba szórja a szemetet, és nem nagyobb teljesítményt fog adni, míg ezekben. Tehát ha megnézed itt, ami alul van, az tényleg az ipari kategóriás változat már. Az ilyen 30-40 ezer forint csak egy ilyen AP szintű tudással, ami router. Hát router most úgy, de hogy van egy Ethernet portja meg. Van benne egy ennes antenna, elnyilhetetlen dolgok, és OpenVRT is fölmegy ezekre. Tehát arra nem biztos, mert az egy régi, nagyon régi darab, tehát egy 5 éves valamit az újakra általában igen. De azért mindenekre mindig nézd meg, mielőtt teszel ilyet azért.